Köszöntök minden tisztelt egybegyűltet! Mindannyian tudjuk, hogy miért is gyűltünk össze szívünkhöz közel álló napon. Ma ünnepeljük George Washingtonnak, az Egyesült Államok legelső elnökének születésnapját, illetve Abraham Lincolnnak, emlékezünk az első köztársasági elnökünkre. Most pedig nyissuk meg a rendezvény Donald Trump politikus és Joe Biden elnök beszédével. Szép napot minden kedves részvevőnek! Donald Trump vagyok. Az államok volt elnökeként mindig is példaképként tekintettem Washingtonra. Nem véletlen szerezte meg az alapító atya nevet. Hiszen történelmet írt politikai rendszerével, hálás vagyok, hogy egy pozícióba kerülhettem vele. Köszönöm, hogy meghallgattak. Maga egy szinten vele? Soha! Ön csak maximum álmodik arról, hogy egy szintre került vele. Ébredjen fel a fején falai között! Egy igazi bohó! Pont maga beszél, kinek képzeli magát? Csönd legyen! Jön az elnök úr! Elnézést a kellemetlenségért! Nem mindenki képes elvégezni a feladatát. Tisztelt honfitársaim! Mint ahogy azt mindannyian tudjátok, én vagyok Joe Biden, az USA jelenlegi elnöke. Washington mellett Lincoln volt az, aki szónoklatával milliókban ébresztette fel a lelkesedést és a hazaszeretetet. Ő harmóniát teremtett és hősi halált halt. Remélem, hogy majd én is hasonló módon fogok eltávozni az élő sorába. Fogadják legmélyebb tiszteletetésem. Ez ám a politikus! Így kell lesz, nem ám Donald meg ilyenek! Úristen, ne jó képű! Szerintem a Trump jobb volt. Te ezt hogy gondolod? Hát, ti nők ezt nem értetitek. Nők? Ezt még megvárd a terem, az kinyírlak! Elég legyen, elég legyen. Takarodj a szemből! Elég legyen. Aj, fáj a derekam. Csánta vagyok mostanság. Te, nézed, az ott nem az elnök meg a felesége? Te, Liba, hát az ott van. Ott, te! Ó, bakfit! Ha! Jó van. Mi nincs manapság. Te, nézzük már meg közelebbről. Öreg asszonyom, álljon! Álljon meg! Ha erről bárki tudomást szerez, rácsok mögött végzi, megértette? Bunko paraszt! Maga az elnök asszony! Én lennék az. A férje, az a Biden, most csalja magát egy másik nővel! Vagy tessék! Hogy tehetted ezt? Mi történt, drágám? Miért ordibálsz itt mindenki előtt?
Tudod jól, miről beszélek? Meg neked áll a fejjebb? Megcsaltál! Hallja meg mindenki! A nagy elnök úr megcsalta a feleséget, aki mindenki imád! Csalódtam az elnök úrban! Úristen! Csöndet! Azt hittem, szeretsz! Nem ez volt az első, hogy elnéztem a baklövéseidet. Már most már betelt a pohár! Szerintem nem kéne megosztani a magánéletünket mindenkivel. Ezt pont te mondod? Amikor te még félremész a kis ágyasoddal a tömegszemmel átára? Ez a kis ágyasom többet adott nekem egy év alatt, mint te valaha is tudtál. Ő maga biztos, minden testi adottság megvan benne. Ő nem hisztizik állandóan, mint te szoktál. És nem csak a gyerekei körül forog a világ, mint nálunk. Szóval nem is tagadod? Hú, de maga biztos lettél pisztolyel a kezedben. Ezt tartod megoldásnak? Fogd be a pofádat! A gyerekeidnél többre tartod ezt a nőt, és még büszke is vagy rá? Tudod, hogy ők a gyenge pontjai. Nyugalom, hogy ezt később is meg tudjuk beszélni. Csönd! Ebben ne szólj bele! Nem is értem, hogy hogy szerettem bele egy ilyen emberbe, és én hülye hozzád is mentem. Mindig is lekezelt, hogy a gyengébbnek is tartottam. Most legalább kiderült, hogy mire vagyok képes. Átkozom azt a napot, mikor megismertlek, takarodj az életemből. Lányom, hogy tehettem-e. Kioltottam az életedet. Utolsó mondataimat is kiabálva váltottam veled. Soha nem fogom ezt magamnak megbocsátani. Örökké a szívemben fogsz tovább élni. Részvétem, Joe. Trump, te mit keresel itt? Jöttem részvételt nyilvánítani. Meglepődtél? Ki engedett be ide? Az nem számít. Mindegy, megtetted. Köszönöm, most pedig egyedül szeretnék lenni. Nem is vagy kíváncsi a részletekre? Mire gondolsz? Észre sem vetted, hogy mit műveltem a hátad mögött? Ugyan már te! Ki vagy te hozzám képest? Biden, te mindig alábecsülöd az ellenségeidet. Lincolnos beszéded alatt is ezt csináltad, meg már előtte is, amióta a hatalom a kezedbe került. Sok szenvedésem után ideje megtanulod a leckét. Szerinted ki szólt az idézőjelben titkos szeretődnek, hogy hívjon félre az nap? Ki volt az, aki odaküldte az öreg asszonyokat? Miért nem állítottak meg a feleséged az őrök? És vajon honnan szerezte a fegyvert? Minden meg volt rendezve. Beleestél a csapdámba, és sejtésed sem volt róla. Az embereim segítségével túrjártam az eszeden. Lehet, hogy a csatát megnyerted, de a háborút én fogom.
ez ám a politikus. Maga az elnök asszony? Én lennék az. Nem tudom, mit kell mondani. A szemeted, szemeted. Biden, te mindig alábecsülöd az ellenségeidet. A Lincoln-os be... Ha 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 ha!